Hogy például mi történt a sportházzal, hogy pályázat útján megkapta egy kivitelező a felújítást, majd amikor befejezte még plusz pénzt, ezért, azért, amazért. Na most ezek mindig kicsit gyanúsak. Ebben teljesen egyetértek minden előttem felszólalóval. A nyilvánosság az minél hamarabb, és egyrészt egy pártatlan, független újsággal, amelyik mindegyikünknek lehetőséget ad arra, hogy elmondhassuk a véleményünket. Nem pedig csak azoknak, akik leírják, hogy Kerepesen vannak olyanok, akik másképp gondolkoznak, és azokat ne vegyük komolyan. Rettenetes, hogy hónapról hónapra megjelenik egy ilyen cikk. Én ezt komolyan mondom, ezt tartom a legrosszabbnak, amikor szomszédokat egymás ellen úszítanak. Szóval ez valami szörnyű. De azt is, hogy eltűnnek dolgok, és nem kapunk rá magyarázatot. Azért is jöttünk el. Tehát ennek nagyon örülök. De én azt szeretném, hogyha mától mi is megígérjük, akik ezt a napot megszerveztük, jobban odafigyelnénk egymásra, hogyha kérdésünk van, bátran kiállunk, és követeljük rá a választ, és hogy meg fogjuk tenni a lépéseket a független sajtó iránt is, mert szerintem az jár minden települési lakosnak, hiszen a mi adóforintjainkból készül, és abból adják ki. Ehhez átláthatósági döntéshozatalhoz és a lakossági igények megjelenéséhez, mert azon kívül, hogy vannak itt kérdések, ugye mindenki lát a környezetében akár egy útfejlesztést, vagy nem, egy nem útfejlesztést, hogy történik a minőség, egyebek, meg kell oldanunk azt is, hogy hogyan találkozzunk. Én azt gondolom, hogy erre a Kerepesen, illetve a Szilasligeten élő Szolidaritás Mozgalom helyi vezetője az egyik legjobb, Molnár János, aki el fogja nekünk tudni mondani. Szeretettel üdvözlök mindenkit. A helyzet az, hogy tájékoztatású, ha valaki nem tudná, Kerepesen működik a Szolidaritás, Magyar Szolidaritás Mozgalomnak egy csoportja. Ennek a csoportnak választottként, vagy mert nem volt jobb, én lettem a vezetője. Néhány évvel ezelőtt. Ez a csoport feladatának tekinti azt, hogy egyrészt megpróbálja földeríteni, hogy ki az, akinek segíteni tudunk, a rendelkezésünkre álló meglehetősen szűkre szabott eszközzel. A másik, hogy megpróbáljuk fölvállalni azokat a gondolatokat, amelyek a kerepesi élet mindennapjaiban jelentenek nagyon nagy terheket mindazoknak, akik életüket itt élik Kerepesen. Azt gondolom, hogy Kerepesen olyan sok minden hiányzik ahhoz, hogy városnak legyünk tekinthetőek, független attól, hogy ez azért mégiscsak behatárolja a képviselőtestület és a polgármester jövedelmi viszonyait, és nyilván egy községnél jelentősebb hozadéka van. Annyi mindent kellene tenni közösen, összefogva, valamennyi kerepesi polgárral azért, hogy ez egy szebb, élhetőbb, jobb városa legyen Pest megyének. Én azt gondolom, hogy az az egyesület, az egyik, a sok közül, amelyik ezt már ezelőtt 11 néhány évvel fölvállalta, elég sok mindent tett, kisebb-nagyobb sikerrel ennek érdekében. Ez a Szilasligetért egyesület, amelyik elsősorban Szilasligeten, jellemzően a Véberede Parkban lakó kollégákat, lakótársakat fogja össze. Sok mindent próbáltunk csinálni. Nem voltunk elegen ahhoz, hogy látványos sikereket érjünk el. Őszintén remélem, hogy egyre többen leszünk. Őszintén remélem, hogy egyre lelkesebben és egyre határozottabban próbáljuk a saját életünket mindenféle szempontból jobbá tenni. Politikai szempontból, véleménynyilvánítás szempontjából, arról pontosan tudva, hogy a mi pénzünk hol tűnik el, ha eltűnik, mire használják fel, amikor felhasználják, ki az, aki kap a szerződések nyomán, ki az, aki nem, és ha nem, akkor miért nem. Én azt gondolom, hogy ez a rendezvény egy ilyen felkiáltójel, egy ilyen felkiáltás,
amelyik azt célozza, hogy közösen kezdjünk el tenni és gondolkodni a saját közös életünk, a kerepesi élet javítása érdekében. Én azt gondolom, hogy 1935-ben az egyik legnagyobb magyar költő megfogalmazta a saját szabadságával kapcsolatos, máig érvényes sorait. 80 éve ennek, hogy József Attila megírta a Levegőt című versét. A borzasztó a dologban az, hogy a mai napon is, 80 év után minden sora és minden betűje aktuális. Én azt gondolom, hogy ha megengedik, hisz nemrég volt a költészet napja, ha megengedik, én elmondanám ezt a verset azért, hogy érezzük, mit is jelent a szabadság, az egyéni személyes szabadság. Ezelőtt néhány nappal még tudtam kívülről a verset, de egyrészt öreg vagyok, másrészt pedig a legnagyobb tiszteletlenség egy költővel szemben, ha pontatlanul mondják el a versét, ezért engedelmükkel segítséget vettem magamhoz, úgy hívják József Attila összes költeményét. Levegőt. Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott hazafelé menet? A gyepre éppen lany sötétség szállott, mint bársonypermetek, és lábam alatt álmatlan forogtak, s ütött gyermekként csendesen morogtak a sovány levelek. Fürkészve körben guggoltak a bokrok a város peremén. Az őszi szél közöttük vigyázva botlott, a hűvös televény a lámpák felé lesett gyanakúan, vadkácsa riadt hápogva a tóban. Amerre mentem én. Épp azt gondoltam, rám törhet ki, érti, e táj oly elhagyott, s én báratlan előbukkant egy férfi, de tovább ballagott. Utána néztem, kifoszthatna engem, hisz védekezni úgy sincs semmi kedvem, amíg nyomorult vagyok. Számon tarthatják, mit telefonoztam, s mikor, miért, kinek. Aktába írják, miről álmodoztam, s azt is kiérti meg, és nem sejthetem, mikor lesz elég ok előkotorni azt a kartotékot, mely jogom sérti meg. És az országban a törékeny falvak, anyám ott született, az eleven jog fájáról lehúltak, mint itt a levelek. S ha rájuk hág a felnőtt balszerencse, mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse, s elhullik szétpereg. Ó, én nem ilyennek képzeltem a rendet. Lelkem nem íhonos. Nem hittem létet, hogy könnyebben tenkhet, aki alattomos. Sem népet, amely retteg, hogyha választ. Szemét lesütve fondol sanda választ, s vidul, ha toroz. Én nem ilyennek képzeltem a rendet, pedig hát engemet sokszor nem is tudtam miért. Vertek, mint ki apró gyermeket, ki ugrott volna egy jó szóra nyomban. Én tudtam, messze, anyám, rokonom van, ezek idegenek. Felnőttem már. Szaporodik fogamban az idegen anyag, mint szívemben a halál. De jogom van, és lélek, vagy agyag még nem vagyok, s nem oly becses az irhám, hogy éretfővel szótlanul kibírnám, ha nem vagyok szabad. Az én vezérem bensőmből vezérel. Emberek, nem vadak, elmék vagyunk. Szívünk, míg vágyat érlel, nem kartotékadat. Jöjj el, szabadság! Te szűj nékem rendet, jó szóval oktasd, játszani is engedd, szép, komoly fiadat.
Köszönjük szépen, de nem ez a végszó. Tehát összefoglalnám, felmerült kérdés ingatlanvásárlás, ingatlan eladással kapcsolatban, felmerült kérdés beruházások, kivitelezésekkel kapcsolatban, felmerültek kérdések egyéni megítélésekről, az alapvető kérdés, hogy mindez megkapja a nyilvánosságot és az átláthatóságot, de ez nem csak a szerződések megjelenítésével, hanem a folyamatnak a közzétételével is, hiszen azt is látnunk kell, hogy hogy jutottak el ehhez a döntéshez, milyen érvek és ellenérvek mellett. Ezen kívül még szeretnék 2-3 pontot elmondani, amit ma a település lakosságának egy része kézben tart és szerintem szervezik. Az egyik, a Szilasi Nagyrétre szeretne a jelenlegi önkormányzati testület egy egészségközpontot építeni, ami talán nem is tudom, Ugró János említett az előbb, ezzel kapcsolatban aláírás gyűjtenek azok, akik szeretnék megtartani a rendelőket a saját lakókörnyezetük közelében, és nem központosítva egy helyre. A másik kérdéskör az a tömegközlekedés, amihez szorosan hozzákapcsolódik a kórházhoz való elérhetőség is, hiszen az nekünk ígéretként elhangzott többször a választások folyamán, többen ígérték, és valahogy nem sikerült megvalósítani. Ezt egyébként én magam is támogatom, bár ha én valahova megyek, általában autóval visznek, vagy a hévvel közlekedem, mert én ha városba megyek, akkor hévvel jövök-megyek, de itt helyben soha nem tudom megoldani tömegközlekedéssel. Szóval én azt gondolom, hogy ez teljesen indokolt, és ráadásul valószínűleg a lakosságnak az a rétege használná, amelyik már idősebb és nehezebben közlekedik. Tehát szerintem ez mindenképpen támogatandó a lakosság részéről ez az akció. Mi szeretnénk ezt folytatni, hogyha önök egyetértenek azzal, hogy igenis nem maradunk ezen túl csöndben, és a kérdéseinket fel fogjuk tenni. Ezen kívül még egy komoly programban akarunk részt venni, nem tudom, ki hallott róla, vagy ki tapasztalta már, a Kistarcsai Kórháznál parkolási díjat vezettek be. Ez ellen nagyon komoly tiltakozási, tüntetési, mindenféle akciókat fogunk szervezni. Nem mi leszünk a főszervezők, a 16. kerület indította el az egész programot, és mi csatlakoztunk hozzájuk, ugyanis teljesen úgy gondoljuk, hogy értelmetlen. Az a parkoló olyan nagy, hogy ott még soha nem volt tele, aki oda ment, az mindig be tudott állni. És azt szeretném kérni önöktől, hoztunk cédulát, hogy aki értesülni akar róla, hogy hol lesz a következő fórum, vagy hogy fogunk tiltakozni, az csak egy elérhetőséget írjon, vagy egy olyan számot, ahova SMS-t küldhetünk, vagy egy e-mail címet, ahova a tájékoztatót. Nem fogunk visszaélni vele, tényleg csak ezt az információt fogjuk elküldeni, mert először úgy tűnt, hogy május 9-én lesz a Kistarcsai Kórház, de akkor annyi központi program van, hogy nem nagyon akartunk erre építeni, hanem egy kicsit tovább május 16-a köré fogjuk. De ez még minden biztos. Ezért kérem, hogyha valaki egyetért vele, és várja, hogy informáljuk, akkor írja fel vagy a számát, vagy az e-mail címét, hogy tudjuk tájékoztatni. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttek, és azt szeretném, ja igen, meg akartam kérdezni, hogy van-e még, aki a lakosság részéről szeretne valamit mondani? Igen, én a Gombkötő útról meg szeretném kérdezni, hogy azt legyen szíves letisztázni, hogy lehet az, hogy egy önkormányzati képviselő nem engedi be az épületbe az embereket akkor, amikor gyűlés tart. Nem az én körzetemhez tartozik, máshoz tartozik. Ezt, hogy, miért csinálják ezt? Miért csinálják ezt? Hát most ők vagy kerepes képviselik, vagy pedig nem. A busszal kapcsolatban és az aláírás gyűjtéssel egy szervezője én vagyok, én közel a 400-hoz járok az aláírásba, én is voltam. A 90%-a nem tudja a kerepesnek, hogy mi történik kerepesen. Tehát akkor hol van a széles tájékoztatás arra, hogy az emberek tájékozódva legyenek. Senki nincs tájékozódva, minden kalap alatt megy. A másik a szervezéssel kapcsolatban az úrnak, hogy aki az előbb beszélt, annak viszont, hogy én szerveztem egy nagy bulit a Mező utcába tavaly, és mi lett a vége? Kormányhivatal följelentettek bennünket egy WC-ért. Ezt rádióban is elmondtam. Az, hogy 110 ember közel össze kell hozni, hogy közel legyenek az emberek egymáshoz, és ez a köszönet, hogy a polgármester úr följelent.
hát azért ne haragudjon, ez már tényleg a tetőfoka. Nem összehúzza a kerepesi embereket, vagy a kerepesi lakosokat, bocsánat, nem akarok senkit se kihagyni belőle, de ez tűrhetetlen állapot, ami itt Kerepesen megy. A másik, meg én nevemhez már fűződik egy utca, a Mező utca, a Rozsnyai úrnak a kikérésével, amit ő neki a nevére kértünk ki, mert akkor csak képviselőnek a nevére lehet kikérni, hogy aláírás gyűjtsünk. Ő beadta a papírt, én nevemre kikérte, én gyűjtöttem 723 aláírást ahhoz, hogy a Mező utcának a vége meg legyen csinálva. És megcsinálták az utat, megkaptam a határozatot, kezembe van a rajz, és az út nem úgy van megcsinálva, ahogy kellene. 20 centivel keskenyebb lett, és ezek a szikkasztók, a három szikkasztó nem lett megépítve. Akkor most megkérdezem azt, hogy miért nem csinálta ezt, mikor szóltam neki, hogy ez 20 centivel, jaj, megyek mindjárt, azt mondja, és intézkedek. Ugyanúgy maradt minden, tehát nem maradt semmi se. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Ez is egy újabb kérdés, ami növeli a listánkat. Köszönöm szépen a kérdéseket. Hát az egyikre, hogy hallgatják meg az embert, vagy hogy közelítenek egy lakóshoz. Ez egy ilyen sajátos demokrácia felfogás egyeseknél. Ezt sajnos én nem tudom megmagyarázni, mert hogyha valaki tart egy fogadóórát, akkor az a nevében benne van, hogy fogadom a lakosokat, és nem gyóntatom, mint a gyóntatószéknél, hogy elhúzzuk a függönyt. Erről ennyit. És ha már magamhoz ragadtam a szót, még nekem lenne egy kis mondani valom. Egyrészt az én rendeletemmel kapcsolatban gondolom nem csak engem győzött meg az előttem felszólalók mondani valója, hogy szükség van az átláthatóságra, az üvegzsebbre Kerepesen. És mivel a mai demonstrációnk egy országos demonstrációhoz csatlakozott, ezért engedjék meg, hogy nagyon röviden, egy percbe mondjak néhány szót erről. Kezdeném abban, hogy az országunkban nincs korrupció. Csak. Állami tulajdonba vétel mindannyiunk érdekében. Például vízművek, magánnyugdíj. Tiszkosítás 30 évre, ez is csak az adófizetők nyugalmát és békéjét szolgálja. Van olyan titkos tanácsadó és navelnök, akit az USA kiutasított. Természetesen ez rágalom, kikérjük magunknak, mert kivizsgáljuk saját magunkat. Önmagunk előtt ártatlanan bizonyulunk. Nincs nálunk korrupció, csak. Újra elosztják a földeket, földbérleteket igazságos alapon. Aki ért hozzá, aki ebből él, nem kap. Aki földalapú támogatásra hajt és parlagó hagyja, de jó cimbora, annak jár. Elosztjuk igazságosan a dohánykereskedelmet. Aki ért hozzá, az nem kap. Hogy is gondolta, hogy ilyenbe mer gondolkozni korábban? Vannak csődbe ment takarékszövetkezetek, amelyek szintén sikertelenek. Példázzák, hogy nálunk milyen jól mennek a dolgok. És persze vannak tehetséges gázszerelők, akikből néhány év alatt először polgármester, akadémiaelnök, majd milliárdos lesz. Nálunk nincs lopás, csak urizálás, családi összefogás, magunktól számunkéréssel növekvő ingatlanok, közpénzből fizetett luxusutak, mert az jár. Meg baracfa, mert az a lényeg, hogy mi mind összetartozunk a nagy családba, ugye? Kicsi savanyú, kicsit korrupt, kicsit penészes, de a miénk. Magyar barack. Nagyon sokszor hallottam már a következő mondatokat. Úgyis minden politikus lop. Ezek is lopnak, az előzőek is loptak. Ugye hallották, önök is hallottak ilyeneket. Mintha egy gyilkos fel lehetne menteni azon az alapon, hogy ő mást is ölt. Kis ember úgyis mindig rosszul jár, természetes volna pedig nem az, mert az állami szintre emelt intézményes korrupció mindenkitől elvesz. Forrásokat, lehetőségeket, az emberi tisztességbe vetett reményt, a jövőt, a gyermekeink és unokáink jövőjét. És igen, mi vagyunk azok, akik tehetünk ellene. Nem csupán tiltakozással, az átláthatóság követelésével.
el kell érnünk, hogy ne csak nekünk legyen természetes, hogy a közpénzekkel el kell számolni, amikor bevalljuk adóinkat, hanem a politikusoknak is, amikor döntéseket hoznak, érezzék, tudják, hogy egyszer el kell számolniuk, ezt nem kerülhetik el. És végül, aki eltapsolja a közpénzeket, valamennyiünk pénzét, és abból lesz milliómos, esetleg milliárdos, annak üzenem, nix ugri-bugri, irány Sopron-Kőhida. Én ennél optimistább vagyok, én azt gondolom, hogy a mai fiatalok nagyon-nagyon jó irányban haladnak. Ők a saját értékeik szerint elvárják, hogy úgy kezeljük őket, úgy kapjanak állásokat. Bennük már nincsenek ezek az alírők, vagy atűrők, amiket mi kaptunk annak idején, hogy ismer-e ott valaki valakit, segítenek-en bejutni, nem segít, ki tudom-e tölteni ezt a formanyomtatványt. Itt nagyon sokan töltöttünk ki útlevélkérő formanyomtatványt, vagy egyetemi felvételi papírt, emlékezzünk rá, hogy ott volt, hogy mi megbízhatóak vagyunk-e, vagy sem. A mai fiatalok már ezt levetkőzték. Én azt gondolom, hogy ők megjelennek, és követelni fogják tőlünk az élettisztaságát, és segíteni fognak nekünk is abban, hogy tényleg sokkal rendezettebben és korrektebben éljünk. Én legalábbis ilyen optimista vagyok. Remélem, hogy ez így lesz. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttek, és ha nincs más hozzászóló, akkor azt javaslom, hogy beszélgessünk kicsit, és mondom, mindenkit arra kérek, aki információt szeretne, hogy egyetlen egy elérhetőséget azért adjanak meg nekünk, jó? Mert nem, akár azt is lehet, hogy címet is bedobunk egy meghívót, vagy, tehát, hogy de azért tudjuk a kapcsolatot tartani, jó? Köszönöm szépen! Egy pillanat, Herr Springer még szeretne egy gondolatot, de most már figyelni fogok rá. Fél gondolat csak. Én szeretném azt, hogyha most ilyen szépen így ennyien összejöttünk. És gondolom, hogy a Kerepes Rádiót azért egy páran önök közül is hallgatják. Vegyék a bátorságot, nem lesz semmi bajuk. Nem mondjuk be a nevét, nem írja fel senki a telefonszámot. Nem kell bemutatkozni se, bár nálunk teljesen mindegy, mindenki adásba kerül. Én arra kérek mindenkit, nyugodtan mondják el a véleményüket. Addig, amíg mi nem adunk hangot a mi véleményünknek, addig nem is lesz az, aki ezt majd figyelembe vegye. Köszönöm szépen!